Teljes történelem, tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban. Gábriel, árnyékodért sejemingem ázik el, ágyhavasán fejedelmem, húrjaimon hegedősöm, göndörödősöm, harami a hősöm. Nyári vörös agyagomban lábnyomodat őrzöm. Látni akarlak. Sürgetem a sarkat. Tüzet rakok ropogósa. Fölteszem a lukasit, rácsapom a kupasit, lábosban a lábnyomodat főzöm. Nyergelj és nyargalj, paripát sarkalj, tűz, ahogy a nádmezőn átropog a háztetőn. Gyere, piros angyal! Gábriel, nehogy engem csereberébb bárkivel. A Szép asszonyok mondókái Gábrielre című versből hallhattak egy részletet Talján Mariantól. Nagy László versét egy 1614-es boszorkány per tanú vallomásai ihlették. A vádlottak a meggyilkolt Báthori Gábor fejedelem húga és nőrokonai voltak, akiket igézéssel, bűbájossággal, vérfertőzéssel, gyermekek elrekkentésével vádoltak. De vajon tényleg a boszorkányoktól féltek? Vagy a három nő egy 17. századi koncepciós per áldozata volt? Köszöntöm hallgatóinkat, Wagner Mária vagyok. Oborni Terézzel, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének történészével, az ELTE docensével beszélgetek. Érdekes módon ezek a boszorkányperek összefüggenek azzal, hogy miképpen került Bethlen Gábor hatalomra. Bethlen Gábort 1613. október 23-án választotta meg az országgyűlés Erdély fejedelmévé, és ez bizony nem feltétlenül szabad választás útján történt, hiszen Bethlen ekkor az oszmán birodalomból egy 5-8 ezer főre becsült oszmán török tatár hadsereggel tért vissza. Tehát miközben a rendek összegyűltek a választásra, Kolozsvár várfalain kívül ott állomásozott Iszkender pasa vezetésével ez a nagy létszámú török sereg, amely jelenléte arra kényszerítette a rendeket, hogy Bethlent megválasszák. És hát ne felejtsük el, hogy a választás után néhány nappal, 27-én meggyilkolták Báthori Gábort Váradon, a hajdúk, amelyek mögött néhányan a gonoszok megint csak Bethlen kezét látták, és hát Erdélyben továbbra is nagyon sokan voltak, különösen a székelyek körében, akik nagyon szerették Báthori Gábort. Mit szerettek rajta? Miért volt neki nimbusza? Szerették a tőle kapott adományokat, és azokat a kedvezményeket, amelyeket osztogatott bőkezűen. Szerették magát a karakterét, daliás termető vitéz volt, rendkívül elegánsan is tudott viselkedni, nem beszélve arról, hogy annak a Somlyai Báthori dinasztiának a tagja, amely Erdélyben ekkor már számos fejedelmet adott, sőt, ebből a dinasztiából került ki Báthori István révén egy lengyel király is. Bethlen Gábor hatalomra került, de meg kell küzdeni az előző fejedelem emlékével. Hogyan fosztja meg a nimbuszától? Erre szolgálnak majd a boszorkányperek egyfelől, másfelől pedig Bethlen egy kiürült kincstára törökölt. Tehát anyagilag nagyon kivérzett az ország Báthori uralkodás alatt, illetve a bátoriak birtokában voltak olyan jelentős uradalmak, mint például Ecsed, Huszt, Hunyad, Görgény, Kővár, Kereki vagy Fogaras, tehát ezekre is nem szép kifejezéssel élve fájt a foga az új fejedelemnek. Mindenképp egy olyan anyagi bázist kellett teremtenie, amelyre fel tudja majd építeni az ő uralkodását. És ennek a megteremtését is szolgálták ezek a bizonyos boszorkányperek. Na de hogy jönnek ide a boszorkányok? Mert nekem meggyőződésem, hogy a 17. században tényleg hittek a boszorkányokban. Szegfű Gyula azt írta róla, hogy Bethlen betegesen hiszékeny volt, hitt a mágiában, a bűbájosságban, és hogy ezért is hozatta 1614. februárjában az országgyűléssel azt a törvénycikket, amely kimondta, hogy hogyan kell fellépni a nézők, a bűbájosok ellen, de ez az időpont sajátos módon egybeesik 1614 tavasza az első
boszorkányperekkel, amelyeket Bethlen, Dengelegyné török kata, Imre Finé ifjú kata, és a harmadik, talán a legrangosabb a hölgyek közül, Bátori Anna volt, akiről majd egy kicsit később beszélünk. Részlet az említett törvényből. Az nézők, jövendőmondók, bűbájosok, sőt nem csak azok, hanem az, akik Istennek kemény parancsolatja ellen azok után járnának is, jövendőltetnének, varázsoltatnának velek, avagy ezelőtt is azt cselekedték volna, törvény szerint büntessenek, érdemek szerint. A boszorkánypereknek megágyazott a meggyilkolt fejedelmet érintő lejárató kampány. A felvétel 10 évvel ezelőtt házi honor készítette Hornédikó történésszel. Karaktergyilkosság. Ez a jó szó. Két dolgot lehetne kiemelni. Lehetne a politizálását, ami ténylegesen lehetne kritizálni. Csak ugye az a gond, hogy az utódja nagyon vastagon részt vett ezekben a politikai cselekményekben. Tehát, hogyha a Bethlen Gábor azzal lép fel a bátori Nimbus ellen, hogy rossz politikát folytatott, akkor saját magára kellett volna mutogatni, hogy igen, és én tanácsoltam neki. Ez nyilván nem megy. És akkor marad a másik, hogy egy fiatal ember, hanem a politikája, akkor a erkölcsei. Itt lehetett megfogni. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig Bethlen Gábor sem mindennapi körülmények között lett fejedelem, hanem török segítséggel, egy ilyen múlttal, amit említettem, tehát ő nem egy pozitívan fogadott valaki Erdélyt ronnyan, viszont ő is kénytelen a Bátori Gábor által előzött katolikus habsburgpárti urakat visszafogadni a Habsburg konszolidáció miatt, és azok egy ideig úgy tesznek, minthogyha Bethlen Gábor pártján állnak, de aztán a régi politikai ellentétek Erdély jövője miatt megint csak kiéleződnek, és tanulva a korábbi történetükből meg hibáikból, most nem erőszakos úton akarják eltávolítani az uralkodót, mint Bátori Gábor esetében, hanem hatalmilag akarják megfojtani, és bár korábban Bátori Gábor ellen támadtak, most pont az ő pártjának maradékával állnak össze, de itt csak özvegyasszonyokról van szó. Nagy vagyon és nagy politikai tőke fölött diszponálnak, és a párti katolikus főurak azt találták ki, hogy elveszik feleségül a bátori özvegyeket, és akkor a politikai bázist is, meg az anyagi örökséget is megszerzik. Bethlenre ez egy borzasztó nagy csapás lett volna, mert akkor a két legnagyobb erő összeszövetkezik, és ellene fordul, és kétségtelen egy pillanat alatt kiszorítják. Na most senkinek nem tilthatjuk meg, hogy házasodjon. A Habsburg-párti politikusokat nem támadhatta, hiszen azok az ő tanácsúrai voltak, a felszínen puszipajtások, csak ugye a mélyben megfolyt egymás ellen az aknamunka. Úgyhogy maradtak a nők. Most nők ellen két dologgal lehet támadni, a boszorkánság és az erkölcsök, és ő ezt mind a kettőt kihasználta. Magányos asszonyok hatalmas birtokokkal. Igen, Bethlen ebben nagyon ügyes és ravasz. Nem férfiakat fog perbe, egyrészt mert növelni akarja saját támogatottságát a nemesség és a rendek körében, másfelől azért nem, mert előde Bátori Gábor legalább 40 olyan főúri szemét proskribáltatott, vetett el a birtokait, akik egy része vagy nincs telenné vált, vagy pedig kimenekült a magyar királyságba. Bethlennek épp az a célja, hogy ezeket az embereket majd visszahívja, visszacsalogassa, tehát a nők, mint célpontok, özvegyek, nincs mögöttük egy erős férj, és ráadásul birtokaik is vannak. És úgy látom, hogy könnyebben besározhatók. Így van, őket nem lehet felségsértéssel perbefogni, viszont erkölcstelenséggel és boszorkánykodással el igen. Török Kata pere egyébként publikált részlet az 1614-es pör tanúvallomásaiból. Egyébként Nagy László verse pontosan ezzel kezdődik. Talján Mariant hallják. Szájából hallottam Bátori Gábornak. Én vagyok az Bátori Gábor. Utána mindjárást Dengelegyné. Hallottam, egy csuprot tartott Imre Finé, melyet forgatván azt mondotta, Gábor, 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 s úgy kellett jönni a szegény fejedelemnek, hogy csak nem nyaka szakadt. Oborné Teréz történészt hallják. Török Kata, annak a bizonyos Török Bálintnak volt az unokája, akit 1541-ben Buda elestekor elhurcoltak a
konstantinápolyi héttoronyba. Az lehetett a háttérben, hogy rendelkezett Hunyad és Huszt várával, és Bethlen ezt a két várat és a hozzájuk tartozó uradalmat kívánta megszerezni. És mivel vádolták pontosan? Befonta Báthori Gábort, megfőzte a bocskorát, vagy nem tudom, mivel lehet ilyenkor vádolni valakit. A vád az volt, hogy vérfertőző viszonyban állt az ő rokonával, másodunoka testvérével, Báthori Gáborral. Az arhív felvételről Horné Dikó történészt hallják. A riporter Házi Hunor. Azért nem volt könnyű elhitetni azt, hogy Báthori Gábor a saját húgát megfertőzi, és nem lehetett azt elhitetni, hogy egy unokatestvérével, aki idősebbnál, és főleg a anyjánál is idősebb nagynénjével fog lefeküdni. Főleg ez a vonal volt nagyon problematikus, és akkor tanúk sorát állította a vizsgálat elő, akik elmondták, hogy boszorkánsággal fordította maga felé ezt a tizenéves ragyogó külsejű fiút, hogy például megszerezte a Báthori Gábor alsónadrágját, és az betette egy fazék vízbe forni, és amikor forrt a víz, akkor a fedő elkezdett itt csattogni, és azt kiabált, hogy Gábor, Gábor, gyere, gyere, és akkor szegény Báthori Gábor akárhol volt Erdélyben, rohant, és hát elhálta vele az éppen aktuális estét. De volt olyan tanú, az én egyik kedvenc tanú, és sajnos a Móri Zsigmondi is, aki ezt a jegyzőkönyv sorozatot használta a regényben. Ugye ő egy olyan öreg asszony volt, aki a kályhát pakolta meg télen. Úgy szokták csinálni, hogy kívül ütős a kályhat, pont azért, hogy az intimitást biztosítsák, de itt állítólag ő bement, és onnan pakolta a kályhát. Látta valami gyanús mozgást ott az ágyon, és ahelyett, hogy ahogy kell, ilyen diszkréten kivonult volna, ő oda ment egy gyertyával, hogy megnézze, hogy mégis mi folyik az ágyban, és hát azt látja, hogy az ő asszonyát éppen Báthori Gábor foglalkoztatja, és hogy akkor belekapaszkodott a baldahinos ágy oszlopába, közelhajolt, és elkezdte biztatni a fejedelmet. Mai fejjel azért elképesztő, hogy mivel bírták rá a tanúk sorát, ezeket a nem túl világos fejű öreg asszonyokat tanúvallomásokra. Mert itt azért egy csomó öreg asszony van, és egy-két ilyen nagyon tudatos férfi szolga, aki karriert csinál utána. Volt-e bíróság? Volt-e kínvallatás? Tehát mi volt a szokás a boszorkányperekben, és hogyan bántak ezekkel a nagyhatalmú gazdag asszonyokkal? Nincs meghallgatás, nincs idézés, nem maradt fönn legalábbis ilyen dokumentum. A tanúk, akiket ebben a törökkata perében kihallgattak, mindannyian szolgai rendű személyek voltak, akiket lényegében bármilyen vallomásra rá lehetett venni, ez kísértetiesen hasonlít egyébként Báthori Erzsébet hírhet peréhez a királyságban. Az információk általában így kezdődtek, hogy hallottam, hogy beszélték, hogy igen, híre járt, hogy végül is mi lett Dengeleginé törökkata sorsa. Halálra ítélték, a perben, de életben maradt, és megfosztották Hunyadtól és Husztól, amit Bethlen aztán testvéröccsének, Bethlen Istvánnak adományozott, de a hátralévő életéről nem tudunk. És a másik asszony, ifjúkata, őt is ugyanez.